Jó estét kívánok! Naphíre szeptember 7-én, a forgatókönyv a szokásos, 4 hír, amit fontosnak vagy érdekesnek találtunk, és 3 ember, 3 vendég, akinek van véleménye a világ dolgairól, sőt, ezt még meg is osztja velünk, ismerjék meg, hogy kik jöttek el ma. Itt van G. Németh Erzsébet, DK-s főpolgármester helyettes. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mellettem Jabronka Rihárd, az Ellenszél újságírója. Jó estét kívánok! Jó estét, és velem szemben Tompos Márton, a Momentum szóvivője. Jó estét mindenkinek! Elmondom gyorsan a nap kérdését, csak azért, hogy legyen idejük átgondolni. Amikor én ide bejöttem, akkor azt láttam, hogy nagyon megosztó a kérdés, 50-50% körül voltak az eredmények, most elmondom, hogy milyen kérdést tettünk fel. Panaszt emelt néhány szülő a Tamási iskola tanára ellen, mert szétültette a beoltott és a be nem oltott tanulókat. Ön kinek a lépésével ért egyet, a panasztevő szülőkével, vagy a tanárral, aki úgy döntött, hogy szétülteti a gyerekeket? 51-49. Néhány perccel ezelőtt ez még pont 50-50 volt. A műsor második felére változhat, ránézünk majd akkor, beszélni fogunk erről. De előtte egy friss felmérés, a Publikus felmérése, ami azt nézte meg, hogy a budapestiek hogy fogadják Karácsony Gergely néhány fontosabb ötletét vagy intézkedését. Összefoglaltuk. Ez van. Megint reggel, megint dugó. Ezt írt a közösségi oldalán Fűrjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Pedig a forgalom gyorsítása érdekében a főpolgármester több döntést is hozott. Például alternatív útvonalak megnyitásáról, vagy a lámpaprogram átállításáról. A Publikus intézet legújabb felméréséből az derül ki, hogy a jobb oldalon is sok támogatója van Karácsony Gergely dugófelszámolási programjának. A válaszadók csaknem fele szerint a bejelentett közlekedési intézkedések segítik az autósokat. Jól lehet a városvezetésnek elsősorban az a célja, hogy a tömegközlekedésre csábítsa vissza az embereket. A Publikus az atlétikai VB sorsáról is megkérdezte az embereket. Ez a téma megosztóbbnak bizonyult. A felmérésből az derül ki, hogy a kormánypártok szimpatizánsai inkább ellenzik a kilátásba helyezett fővárosi vétót, az ellenzék támogatói pedig éppen fordítva. A konfliktusról egyébként a megkérdezettek 73%-a hallott. Jelentős azonban a bizonytalanok aránya. A válaszadók 38, illetve 36%-a nem tudott állást foglalni az igen, illetve a nem mellett. Az, hogy az ügyek többségében a politikai szimpátia képez törésvonalat, azt gondolom, hogy az egyáltalán nem csodálatra méltó, inkább az az egy kérdés, ahol viszont nem így van, majd erről fogunk beszélgetni, de még egy mondat, ami az iménti riportból kimaradt. A fővárosi Fidesz frakció írásos választ küldött a Híradó megkeresésére, idézem őket. A Publikus intézet felmérése egyértelmű, az emberek azt szeretnék, ha Karácsony Gergely többet foglalkozna Budapest mindennapjaival, például a közlekedési dugók felszámolásával, mint miniszterelnöki ambíciói dédelgetésével. A riportban az hangzott el, hogy a Publikus mérése szerint a jobb oldalon is sokan egyetértenek Karácsony dugó felszámolási programjával, akkor valamelyik állítás nem igaz. Tehát, hogy vagy a párt nem látja jól, vagy a szavazói, vagy a szimpatizánsai mást mondanak a Publikusnak, mint a saját pártjuk. Értik-e ezt? Hogy létezhet, hogy... Hát én azt a részét vélem érteni, hogy ugye a Publikus kérdés feltevése minden ez irányú intézkedést egy csomagba kérdezett meg. Tehát nem szálaszták szét a különböző intézkedéseket, és nagy valószínűséggel itt van a különbségnek az oka. Mert ugye azzal, hogy a 14 év alatti gyerekek ingyen utazhassanak, azzal azt gondolom, hogy egyetért pártszimpátiától függetlenül mindenki. Azzal is, hogy a felújítások miatt valamilyen formában kezelni kell ezt a fővárosi közlekedési helyzetet, és az lenne jó, hogyha minél többen mennének közösségi közlekedésre, szerintem azzal is mindenki egyetért. De ott már szerintem megosztóbb lenne a kérdés, hogyha úgy tették volna fel, amit például a DK-nak a képviselőjelöltje, Manhalter Dániel nagyon régóta kér, és én magam is többször jeleztem a fővárosi vezetésnek, hogy például, amíg tart a Blaha Lujza tér felújítás, addig mondjuk a biciklisávokat ideiglenesen vissza lehetne adni az autósoknak, mert akkor már is csökkenne a dugó. Tehát szerintem az az egy magyarázat van, hogy ezt a sok-sok intézkedést egy kérdésben kérdezte meg a Publikus, és ugye ezek között vannak nagyon pozitív és nagyon jó döntések, amiket a fővárosi közgyűlés meghozott, például a 14 év alattiak ingyenes közlekedése.
Abszolút. Tehát, hogy ez a publikusnak az ilyen típusú kérdés, az valószínűleg ezért hozott ilyen eredmény, de az, ami számomra nagyon fontos, hogy annak ellenére, hogy a kormánypárti média, illetve a kormánypárt nagyon régóta, amióta gyakorlatilag Karácsony Gergely pozícióban van, azóta őt üti, és olyan problémákat próbál a nyakába varni, ami már egy évtizede, vagy több mint több évtizede Budapest problémája, a hajléktalanság, a szegénység kérdése, a közlekedési problémák, amivel nem foglalkozott egyáltalán. Hát vagy a dugó, tehát, hogy láttunk világváros dugó nélkül, mert én nem tudok, hát én is naponta, most majdnem kimondtam a közismert pesti kifejezést erre, tehát, hogy nagyobb, naponta iszom a levét annak, hogy állok a dugóba, de hát mindig azzal nyugtatom magam, hogy hát ezt tessék akkor máshova menni. Tehát a nagyvárosi léthez hozzátartozik még akkor is, hogyha nem szeretjük. Arról is beszélve, hogy ezt egyébként meg lehetne oldani, hogyha lenne olyan állami program, ami a kötöttvárosi közlekedést, és itt a 6.-7. kerületi jelöltként kicsit kibeszélek, mert nekünk ez nagyon fontos lenne, hogy a kötöttvárosi közlekedéssel erősítsük az agglomerációból a közlekedésre, tömegközlekedésre átszállók arányát, kevesebben lennének az autókon, kevesebb dugó lenne, tisztább lenne Budapest levegője. Ez egy állami feladat lenne, és mivel ez nem történik meg, utána dugók vannak, és ezt megpróbálják a főváros nyakába varni, ami abszurd. Richard? Zsokához csatlakoznék ezzel, hogy többfelé kellene szedni szerintem ezt a javaslatcsomagot. Az egyik, a számomra legszimpatikusabb az a 14 éven aluliaknak az ingyenes közlekedése. Ha jól emlékszem, és ezzel az ellenszélen foglalkoztunk is külön, hogy Kálmán Olgának az előválasztási kampányban, még a karácsonyféle főpolgármesteriben volt egy olyan javaslata, hogy a 18 éven aluliak kapják ezt a díjmentességet. Ez azért is lenne jó, mert a tankötelezettség jelenleg Magyarországon a 18 év. Tehát úgy gondolom, 16, hogy egy... 16. Vagy igen, 16. Levitték. És ettől függetlenül ugye 18 évesek ugyanúgy, ha érettségit szeretnének tenni, még iskolában vannak. Tehát még ezt figyelembe kell venni, hogy ez lényegében a 18 szám. És azért lenne jó, hogyha ezt megvalósítaná a főváros, mert ezzel egyébként, ahogy a Simon András az előbb idézte a fideszes választópolgároknak a véleményét, jóval többen értenének szerintem együtt. Tehát ez egyet, és ez mindenkinek szimpatikus lenne, mert egy kamasz gyereknek a beiskolázása az tetemes költség. Tehát ez személyi kölcsönök felvételét vonja maga után, tehát minden család megsínli ezt. És remélem, még egy mondat, hogy a kormányváltás után nem csak Budapesten, hanem ez szerte az egész országban be fogják vezetni azt, hogy a 18 éven aluliak legalább hadd közlekedhessenek díjmentesen, ugyanis ezzel már többet tenne a kormányváltó ellenzék, mint a Fidesz az elmúlt 10 évben ebben a tekintetben. Ez persze csak választási ígéret lehet, mert most nyilván a főváros anyagi helyzete nem teszi lehetővé. Éppen azt, ezt akartam mondani, hogy jelen pillanatban biztos, hogy nincs erre lehetőség. Én abba bízom, ahogy Richard mondta, ahogy mondtad, hogy kormányváltás után vissza fogják kapni az önkormányzatok azokat a forrásokat, és egy Dobrev kormány esetén ezt merem ígérni. És akkor lehet arra lehetőség, hogy akik iskolába járnak, tehát tankötelesek ugye nem 16, hanem akár 18 éves korukig is, ha középiskolába járnak, akkor ők ingyen közlekedhessenek a közösségi közlekedésen. Ez minden szempontból jó lenne. Nagyon-nagyon lecsökkent a közösségi közlekedést használók aránya egyébként Budapesten. Tehát a járványhelyzet csillapodásával nem tértek vissza az emberek a közösségi közlekedésre, és hát ezen is akartunk változtatni, amikor a közgyűlés úgy döntött, hogy 14 év alatt ingyenes lesz a közlekedés. Ami még nagyon fontos, és ezt muszáj elmondanom, természetesen a felújítások, amik most zajlanak a fővárosban, azok sem tűrtek halasztást. Ettől függetlenül én azt gondolom, de hát ez már szakma, és ne a politikusnak legyen erről igazán szakmai véleménye, mert az nincs, hogy lehetne azért olyan közlekedésszervezési megoldásokat találni. Ugye az előbb említettem a biciklisáv visszaadását az autósoknak, de ezt a közlekedésmérnökök, a BKK találja ki, mert azért szerintem vannak itt még tartalékok, hogy lehetne egy kicsikét másképp szervezni, és akkor még tovább. Vezetői értekezleten ezt a főpolgármesternek nem szokta elmondani? De igen, ezt vártam is, ezt a kérdést, ezt mindig meg szokták kérdezni Manhatter Dánieltől is ebben a stúdióban, amikor itt ül és elmondja, hogy hát ezt javasolja a főpolgármesternek, de én június óta nagyon sokszor elmondom ezt a vezetői értekezleten, úgynevezett kabinet értekezleten. Sajnálom, hogy nem sikerült ebbe áttörnöm a üvegplafont a főpolgármester úrnál és a BKK-nál, de nem adom fel, ígérem, minden egyes alkalommal el fogom mondani.
tényleg akkor, amikor a nyár kellős közepén is volt még olyan dugó a városban, amit ugye nem volt azért régen jellemző, itt vannak még tartalékok, szerintem ezt ideje a BKK-nak föltárni. Lehet-e ezzel az egész történettel szavazatokat nyerni Budapesten kívül? Mert ugye ide a Fidesz reakciója arról szól, hogy a főpolgármester vezess foglalkozzon a város vezetésével, és ne a miniszterelnök jelölti kampányát folytassa. De hogy az ingyenes, a 14 éven aludtiak ingyenes budapesti közlekedése, vagy a dugó felszámolás akár, az érezteti a hatását Budapesten kívül. Budapesten kívül, amire egyébként is azt szokták mondani, hogy Budapest már az ellenzéki. Hogy látjuk. Az biztosan érezteti a hatását, főleg úgy, ha a statisztikákat megnézzük, és a minden második megtett kilométer az agglomerációs közlekedésből fakad, tehát hogy minden második autó, ami átmegy Budapesten, az agglomerációból érkező autó, tehát hogy az, hogy Budapest útjait nem csak a budapestiek használják, az szinte már egy közhely, úgyhogy persze lehet, hogy most valaki Debrecenből, Sopronból vagy Orosházáról kérdezi ezt, akkor ott más lesz itt a szempont, de biztos vagyok benne, hogy nem csak Budapest érezteti a hatást. Igen, de hogy valaki fog azért az ellenzéki koalícióra szavazni, mert azt mondja, hogy lám-lám Budapesten is meg tudták tenni, hogy 14 év alatt ingyenesítették a tömegközlekedést, akkor én hiszek nekik. Én azt gondolom, hogy azért fog az ellenzéki koalíció és az ellenzéki jelöltekre szavazni bárhol is az országban, mert azt pontosan látja, hogy az a törekvése a hat ellenzéki pártnak és a jelölteknek, miniszterelnök jelölteknek, hogy valami normális módon kellene ezt az országot berendezni, és normális módon kéne vezetni. Nem diktátumokkal, nem úgy, hogy valamit kitalálok egyik nap, aztán másnap reggel már bevezetem, mert ugye egy csomó döntés, ma is fogunk majd ilyenről még beszélni a hírek között. Tehát, hogy ezt meg lehessen értetni az emberekkel, meg lehessen magyarázni, az emberek érdekét nézzék ebbe, ne pedig a kormányzó párt, vagy mondjuk egy nagyon szűk gazdag rétegnek az érdekeit. Tehát szerintem ezek a döntések hatnak. Egyébként meg tényleg azt gondolom, hogy ha megteheti az ország, és megengedheti magának gazdasági szempontok alapján, akkor miért ne lehetne a 18 év alattiaknak ingyenes a közösségi közlekedés? A mondat, amire J. Németh Erzsébet célzott, az most került terítékre, és így hangzik, visszavesszük a kaszinókat is. Karácsony Gergely mondta, megmutatjuk, hogy mire válaszul. 35 éves kaszinó koncesziót kapott Garancsi István és Szalai Bobrovinszki Kristóf, írta meg a Telex. A szerencsejáték felügyelet közlése szerint a legértékesebb hazai kaszinókat működtető cég 2056-ig kapott koncessziós jogot. A budapesti kaszinó üzleten jelenleg ketten osztoznak. A MOL Fehérvár labdarúgó klubot és tulajdonló Garancsi István és a korábbi londoni nagykövet Szalai Bobrovinszki Kristóf. A cég koncessziói 2024 végén jártak volna le, de egy törvénymódosításnak köszönhetően jelentősen meghosszabbították. Karácsony Gergely Facebook oldalán erre úgy reagált, jobban teszik, ha nem terveznek ezzel a bevétellel, mert az új kormány ezt a süttyomban elrendezett kaszinó koncessziót vissza fogja venni. Lehet, hogy csak a bennem mélyen szunnyadó jogászt birizgálják ezek a mondatok, de mindig azért bánt, mert hogy be lehet-e ígérni egy politikusnak egy bírósági döntést előre. Tehát kaszinó koncessziót visszavenni, azt a kormány kezdeményezheti, azt valószínűleg meg fogják támadni bíróságon. Lehet-e ilyet mondani, hogy vissza fogjuk venni? Vagy hogy Orbán Viktor a börtönválogatottnak lesz majd a csapatkapitánya, csak hogy egy másik miniszterelnök jelöltet idézzek. Szerintem lehet ilyet mondani. Tehát abszolút ez egy olyan kérdés, ami jogi kérdés, és a mi jogászainkkal, a korrupcióvadász munkacsoport révén nagyon sokat beszélek a jogászainkkal, és ők elmondták, hogy például az alapítványi kezelésbe kiszervezett vagyon, az valószínűleg alkotmányellenes, és ezt vissza lehet venni. Tehát, hogy itt nem kell majd mindenféle hosszadalmas procedúrára gondolni, azt visszavehető. Úgy gondolom, hogy ugyanezeket meg lehet nézni az autópálya koncessziónál, ugyanezeket meg lehet nézni ennél az esetnél is. Tehát, hogy igen, ilyeneket nem csak hogy lehet mondani, hanem kell is, hiszen ez az egyik legfontosabb vállalása az új kormánynak, ez lesz, amit be fogunk majd vezetni. Nem mértéktartóbb úgy fogalmazni, hogy az a szándékunk, az a törekvésünk, mindent el fogunk követni azért, hogy visszaszedjük ezeket a koncessziókat, mint azt kijelenteni, hogy vissza fogjuk venni.
Az is lehetett volna mértéktartó, hogyha nem 2056-ig hosszabbítják meg ezt a koncesziót, vagyis ezeket a koncesziókat, ugyanis itt azért kicsit álljunk meg, hogy miről is van pontosan szó, tehát azért itt 60%-os, ha jól emlékszem, a Garancsi-féle százalék, és 40%-os a Szentkirályi Alexandra férjé, ez a kaszinó koncesziók, és egészen kereken 35 évre meghosszabbítani egy olyan fajta iparágat, ami egyébként nem igényel az üzemeltető részéről folyamatos újításokat, maximum tényleg a játékgépeknek a cseréjét időnként. Tehát nem értem, hogy lehet valami etikus, tehát hogyha valami nem etikus, de jogszerű, azt igenis a kormányváltás után felül kell vizsgálni, és meg kell nézni azt, hogy akkor még ez jogszerű volt, de biztos, gyerekek, hogy ez így fair. Tehát akkor miért nem nézünk egy új koncepciót ebben, miért nem nézzük meg, hogy mondjuk más ajánlattevők mit ígérnének, mennyiért tudnánk ezt fenntartani, megérnie mondjuk az ő adózásuk, vagy a plusz többletköltségeik a fővárosnak, vagy akár az országnak. Tehát egy csomó olyan lehetőség van, ahol őket felül lehet vizsgálni, és ebben egyetértek Andrással, hogy kimondani azt, hogy visszavesszük, ez úgy hangzik, mint a vagyon elkobzás, de Gyurcsány Ferencnek ma volt egy marha jó kiírása a Facebookon, és most őt fogom idézni, nem biztos, hogy pontosan sikerül, hogy az elszámoltatás elmarad. Hát nem marad el, mert őt is elszámoltatták. Ugyanúgy az ügyészség megvádolta, hatalmas nagy ügyiratokat toltak elé a bíróságon, és végül kiderült, hogy ő nem volt bűnöző, tehát nem kellett neki mitől félnie. Itt annak kell félnie, akik bűnöznek, akik etikátlanul és ilyen aljas módon akár 50 évre bebetonozzák a vagyonukat, és ezeket a 10 milliárdos bevételű hatalmas koncesziókat, mert ezért ez nagyon nagy szám. Nem vagyok egy kaszinó junkie, csak én úgy emlékszem, hogy ez ráadásul online kaszinó. Tehát ez maga a pénzjegynyomda, tehát igazából még gépeket sem kell cserélni vagy karban tartani, csak ki kell állítani a számlát. Szerintem azért van közte olyan is, amivel fizikailag ott kell és lehet játszani, de én viszont, ha jól emlékszem, akkor adózni nem kell utána, csak a koncesziós díjat kell befizetni, és utána akkor a kaszinók eleve nincsenek bekötve a NAV-hoz. Igen, tehát azt gondolom, hogy ez is egy vérlázító történet, de visszatérve András előző kérdésére, szerintem a társadalomban oly mértékű az igazság iránti igény és az elszámoltatás, hogy tényleg ezt a most már majdnem 12 évet, amit ezek itt szabadrablásban, lopásban véghez vittek, na ennek nem, ez nem maradhat következmények nélkül, itt muszáj egy nagyon komoly elszámoltatás. És igen, ahhoz, hogy ezt el tudjuk hitetni az emberekkel, és meg tudjuk értetni, kell ilyen karakteres mondatokat mondani, ahogy Dobrev Klára is elmondta, vagy ahogy Gyurcsány Ferenc is elmondta. Bocsánat, csak annyit pontosítanék, azt mondta, hogy a magyar társadalom felébe. Tehát szerintem, aki meggyőződéses Fidesz szavazó, az nem akarja elszámoltatni. De nem a magyar társadalom fele a meggyőződéses Fidesz szavazó, mert ha jól emlékszem, a magyar választópolgárok létszáma 8,5 millió ember, abból durván 2,2 millió ember szavaz a Fideszre, tehát akkor ez nem a fele, hogy kötözködjek Andrással. De visszatérve az eredeti gondolatmenetre, tehát én azt gondolom, hogy muszáj. És ez egy nagyon helyes dolog, úgy, ahogy Dobrev Klára is elmondta, meg ahogy most Karácsony Gergely, de Gyurcsány Ferenc és más politikusok is, hogy előre szólunk, fiúk. Ezeket vissza fogjuk venni. Tehát lehet autópálya koncesszióba elindulni és megnyerni, vagy hozzak még egyet, amit nem hangzott el, hogy a tel- és hulladékgazdálkodást, hulladékágazatot szintén azt hiszem 35 évre 12 nap alatt kidolgozandó pályázatba valaki majd elnyeri. Nyilván vannak tippjeink, és szerintem mind a négyünknek ugyanaz lenne a tippje, hogy ki fogja ezt megnyerni. Tehát előre szólunk, nem kell nagyon beleélni magukat abba, hogy ez az övék lesz, mert nem lesz, el fogjuk venni. Nyilván vannak arra jogi megoldások, hogy törvényesen, igazságosan, most az igazságosság alatt a társadalom szempontjából, de hogy ezeket visszavegye egy következő kormány. Néhány perc reklámszünet következik, utána egyebek mellett azzal folytatjuk. Nem fogják elhinni, kijöttek a nemzeti konzultáció első eredményei, és mi magyarok döntő többségében szeretjük, hogyha több pénz marad nálunk, és kevesebb adót fizetünk például. Mindjárt. Nap híre, második félidő, a stúdióban G. Német Erzsébet, Jabronka Rihárd és Tompos Márton. És a következő témánk az a Tamásiban dolgozó pedagógus, tanár, aki a hírek szerint ketté ültette az osztályba azokat a gyerekeket, akik be vannak oltva, és akik nincsenek, hogy
akik nincsenek beoltva, és esetleg betegek, nehogy megfertőzhessék a többieket. Röviden összefoglaltuk, hogy mi is a történet. Ez az az iskola Tamásiban, ahol a biológia tanár különültette a diákokat úgy, hogy a beoltottak és a védettség nélküli tanulók ne keveredjenek. A diákok elmondása szerint azt is közölte, hogy egyen jobb jegyet ad azoknak, akik már megkapták a vakcinát. A DK képviselő jelöltjének gyermeke is ebbe az iskolába jár, így első kézből értesült az esetről. Felháborító azért, ami történt, hogy ilyen ma Magyarországon, vidéken egy közel 10 000 fős településen megtörténhet. Felháborító azért, mert ebből is látszik az, hogyha a Fidesz kormányzása folytatódik, akkor a párt funkciók, illetve az önkormányzati, illetve az oktatási funkciók egybefolyásából milyen káosz, milyen fejetlenség keletkezhet. Az iskola igazgatója, aki egyébként az önkormányzat egyik kormánypárti képviselője, azt mondta, hogy szerinte a felröppent hírekben részigazságok vannak. Nem ültetjük szét a gyerekeket. Volt az egyik kollega részéről egy ilyen kezdeményezés, ahol kijelentette, hogy az oltottak és az oltatlanok különülnek, de ezt még csírájába megakadályoztuk, amit ő is belátott, hogy ez egy olyan kijelentés volt, ami nem vállalható egy iskolába, mert emiatt sem előnyös, sem hátrányos megkülönböztetés nem érhet egy tanulót sem. Mit gondolnak az ötletről meg, hogy osztják-e a DK-s képviselők, vagy képviselő felháborodását? Úgy gondolom, hogy magát ezt az egész kérdést egy kicsit tágabb kontextusban érdemes vizsgálni, mert az, ami itt történt, ez a hír, ez nagyjából meg is lett magyarázva azzal, amit az igazgató elmondott, hogy ezt elfojtották, nem lesz ilyen, nincs joga senkinek így különbséget tenni a diákok között, vagy az oltottak és az oltatlanok között. Ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy mennyi információt kapott a magyar társadalom arról, hogy miről szól ez a vírus, hogyan kell védekezni, milyen helyzetben vannak a kórházak, hogy hogyan vásároltak lélegeztetőgépet, vakcinát, hogyan védekezünk, akkor azt látjuk, hogy nem csoda, hogy ilyen feszültség van, akár egy tantermen belül is, hiszen nem tudunk eleget. Nincsen elég információnk, és ebből következnek az ilyen, szerintem, túlkapások. Én nagyon meg tudom érteni egyébként ennek a tanárnak a valószínűleg kétségbeesését. Tehát az egészségügyi vezetés, Kásler Miklós a napokban oldott fel gyakorlatilag mindenféle védőrendszabályt az iskolákba. Tehát most már nem kötelező a padokat távolabb tolni egymástól, nem kell, nincs kötelező testhőmérsékletmérés, aminek a rendszere egyébként ki volt építve, nem kötelező a maszkviselés, és így tovább, és így tovább. Hát a maga eszközeivel próbálja védeni az egészségeseket a többiektől, akik nem biztos, hogy betegek, de legalábbis nincsenek beoltva. Hadd menjek tovább azon, amit András mondott. Ugyanígy gondolom, volt pedagógusként, volt tanárként is, mármint azt a részét, hogyha nincsenek egyértelmű és világos szabályok, akár az iskolán belül, akár egyébként a járványkezelésre bárhol máshol, és majd fogok hozni példát, hogy nem csak az oktatási rész, tehát a pedagógusok, az iskola nincsenek normálisan információval ellátva, és nem tudják, hogy mit kell csinálni, hanem nagyon sok más ágazat sem, vagy más része az életünknek. Szóval azt gondolom, hogy mindenki próbál valamilyen módon, amit meg tud tenni a járvány elkerülés érdekében, és nagy valószínűség ez is lehetett. A DK-s képviselőjelöltnek én azért értem meg az álláspontját, mert azért az is kiderült ebből a riportból, hogy ez az iskolaigazgató egyébként egy fideszes, tehát kormánypárti, helyi, önkormányzati képviselő. Na most ő neki azért talán lenne arra lehetősége, hogy ezeket a szabályokat valamilyen formában talán több információja is lesz, mint mondjuk nekünk ellenzékben lévő képviselőknek, hogy akkor azokat végig gondolva is az iskolai évet elindítva iskolaigazgatóként világos, egyértelmű szabályokat hozzon. Egy dolog, ami a riportból kiderült, és ez semmilyen módon nem fogadható el, hogyha gyerekek között különbséget teszünk, azt meg aztán meg se akarom hallani, hogy egy gyerek azért kap jobb osztályzatot, ahogy a riportban elhangzott esetleg, mert hogy ő egyébként bevonultva, vagy a másik meg azért rosszabbat, hogyha nincs. Ami nagyon fontos lenne, hogy 12 éven fölüli gyerekeket már lehet oltani, minél több gyereket kéne beoltatni, és ez jó lenne, és most hadd térjek át arra fél mondat, vagy fél percben arra a másik területre.
Ma nem lehet azt tudni, hogy egyébként itt a járványban a számok és a halálesetek emelkedésével mikor, milyen döntést, hogyan fog meghozni ez a kormány. Itt van az eukarisztikus kongresszus, vasárnapig nagy valószínűséggel semmilyen korlátozó intézkedés nem lesz. De nem tudjuk, hogy ez alatt a hátralévő nem egész egy hét alatt hova fognak a számok felugrani, és mit fog utána csinálni egy kormány. Szerintem ideje lenne kiállni az emberek elé, és elmondani, hogy ha a járványba ez meg ez a lépcsőfok bekövetkezik, akkor emberek erre meg erre számíthattok. Érdekes ugyanannak a sztorinak a többféle értelmezése, tehát, hogy Gyénémet Erzsébet arról beszél, hogy itt a fideszes iskolai igazgatónak lenne lehetősége jelezni fölfelé, hogy valami nem stimmel, akkor ez egy alulról építkező és nem egy utasítás vezérelt párt. Idáig nem ezt mondták. Az én értelmezésemben pedig ő lehet, hogy pont szembe ment a főnökeivel, mert hogy gyakorlatilag az ő kormányának az egészségügyi minisztere oldja fel, vagy emberi erőforrás minisztere oldja fel ezeket az intézkedéseket, de ő azt mondja, hogy hoho, ez nincs jól, én megpróbálok valamit tenni azért, de nem tett. Mégis óvjam a gyerekeit. De hát pont nem tett. Tehát a tanár, aki az osztályteremben volt, azt próbálta, hogy akkor a gyerekeket külön ülteti, de az iskolaigazgató egyértelművé tette, hogy ő nem ezt tette. Tehát egy normálisan működő iskolában a tanév elején meghatározzák az arra az időszakra érvényes szabályokat, előírásokat, ezt megbeszélik, kihirdetik a szülőknek. Tehát úgy kellett volna ezeknek a gyerekeknek iskolába menni, meg egyébként minden iskolában, hogy tudom, hogy ott ez vár rám, vagy ezt kell majd nekem csinálni. Egyébként én is egyetértek, hogyha azok a szabályok, amik nem járnak túl nagy kellemetlenséggel, például a hőmérőzés, testhőmérsékletmérés, azt nyugodtan fenn lehetett volna tartani. Itt a pedagógust én kettévenném szintén az iskolaigazgatótól, és a tanárnak a jobb érdemi egyet adását emelném ki, az ugye a riportban nem volt, én ezt olvastam valami más fórumon, hogy ez is megtörtént, tehát megígérte általános iskolásoknak, hogyha beoltatják magukat, vagy hát hogyha ők be vannak oltva, akkor egy érdemi egyel nagyobbat ad nekik. Benne volt a riportban egyébként. Benne volt. Ja, akkor lehet, hogy csak ezt a részt. Az a lényeg itt szerintem, hogy a pedagógia az nem itt kezdődik. Tehát azt, hogy egy általános iskolában, ahol kisgyerekek ülnek, és valószínűleg nem ők döntöttek arról, hogy be vannak-e oltva, vagy nincsenek, vagy beoltatták-e magukat, hanem a szüleik valamilyen megfontolásból úgy határoztak, hogy nem szeretnék a gyerekeiket beoltani, és a milyen tanára az, aki azt mondja, hogy akkor csattanjon az ostor a gyereken, és kapjon egy érdemi egy ilyen rosszabbat, bármilyen jól tanul biológiából. Pedig a biológia ráadásul az egy tényszerű tárgy. Tehát ott nem is igazán lehet azt mondani, hogy azért vagyok négyes tanuló, mert én hátul kell, hogy üljek, mert nem vagyok beoltva. Tehát ezt a fajta diszkriminációt és mindenfajta diszkriminációt, ami diákok között van, főleg, hogyha ez önhibájukon kívül esik, az teljes mértékben meg kell szüntetni, és az iskolaigazgatónak a szerepe ebben nagyon-nagyon nagy. És olvastam egy másik riportban, hogy úgy fogalmazott ez az iskolaigazgató, hogy félreértésekre adhat okot a tanárnak az intézkedésén. Hát ez pont nem félreértés, ez pont az, ami történt. Tehát igenis, a tanárnak ki kell állni szerintem a nyilvánosság elé, el kell mondani, hogy ő ezt megtette, tehát valóban így gondolta, és el kell mondani a pedagógusnak a diákok felé, hogy ő miért tartotta ezt pedagógiailag szükségesnek, és miért hibázott. Mert ha egy ilyen döntés lát a gyerek egy pedagógustól, vagy a diák egy pedagógustól, akkor nem úgy érzi, hogy ez egy ilyen kötelező dolog, tehát hogy be akarják kényszeríteni a kötelező oltásban, hanem azt látja, hogy van ennek egy érv mögötte, de hát sajnos az oktatási rendszer az Magyarországon nem egészen ilyen. Ez csebben a tenger szerintem ez a sztori, tehát egy csomó bizonytalanságunk és bizalmatlanságunk benne van ebben az egészben. Úgy fogalmaztál, hogy diszkrimináció, de hát hiszen maga a védettségi igazolvány is egy diszkriminatív dolog. Bizonyos helyekre bemehetek a birtokába, máshova meg nem engednek be. Szóval, hogy lehet-e ebben ilyen igazságot tenni, hogy most attól nem tudom én diszkriminatív ez az intézkedés, vagy szegregál akár, mert hogy a tanulók egy csoportjának hátul kerül. Szerintem ez eléggé két külön kategória, tehát a védettségi igazolvány mondjuk azt mindenképpen indokolja, hogyha az esetszámok és főként a kórházba kerülés, tehát ez itt nagyon fontos, hogy nagyon sok oltott van, itt az oltatlanok között fog majd tombolni a járvány, tehát a kórházba kerülés megakadályozva mondjuk államilag, ahogy Zsóka fogalmazott, hogy egységes szabályozás legyen, és akkor ne történhessen ilyen, hogy ebben a nagy szétszórtságban, amit Kásler egészségügyi
kormányzás vagy miniszterség alatt tesz, az teljes káosz. Tehát próbáljunk eligazodni, és legyen minden leszabályozva, hogy világos legyen, hogy ha ez a járványügyi adat, akkor ez az intézkedés. Tehát ez egészen egyszerű, de Magyarországon én ilyet még nem láttam, mióta a koronavírus tombol. A dilemmáinkat jó leképezte egyébként a nap kérdése, 50-50% szerintem nem érdemes megmutatni, 49-51 egészen pontosan az arány, hogy kik a tanárral, és kik pedig a szülőkkel értenek egyet. Mai utolsó témánk az, hogy néhány kérdésre megtudtuk a választ a nemzeti konzultáció kérdései közül. Nem fognak nagyon meglepődni, Éme. Több mint 1,4 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet. Ez Dömötör Csaba, miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára közölte, a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülése után. Dömötör szerint a minimálbér 200 ezer forintra emelésével a kitöltők 94%-a értett egyet, és a gyermekeket nevelő szülők eszélye visszatérítését szeretné, a válaszadók 95%-a. Az államtitkár szerint a családtámogatások és a munkát terhelő adók alkotmányos védelmében 98%-os az egyetértés, a hitelmoratórium meghosszabbítását pedig a résztvevők 91%-a támogatja, közölte az államtitkár. Hát nehezen tudok én most itt komolyat kérdezni, megmondom őszintén, mert az ilyen 94-98%-os tényleg a hazafias névfront annak idején, amikor ahogy nyerte a tanács választásokat. De mondjuk pont a legkisebb támogatottsági arány, csak 91% jött a hitelmoratórium meghosszabbítása, azt meg is lépte a kormány azóta. Tehát, hogy gyakorlatilag meghosszabbították a hitelmoratóriumot. Tehát én mondhatok cinikus mondatokat, de az történik, amit az emberek szerettek volna. Igen, de hát azt gondolom, hogy ezt egy online konzultáció nélkül is, vagy a konzultáció nélkül is bármelyikünk megmondta volna, hogy körülbelül hasonló arányokkal támogatná ezt a magyar társadalom. Nehéz lenne néhány milliárd forintot kiszámolni. Ez így van, meg nehéz lenne felbosszantani az embereket, mert azért most nem emlékszem fejből, hogy az 1,4 millió töltötte ki, küldte vissza, ez azért jóval alatta van, mint voltak már ennél sikeresebb, vagy is több ember által kitöltött konzultáció is a kormánynak, de nem akarom elviccelni. Szóval azt gondolom, hogy ez mindent elmond erről a cinikus kormányról, hogy akkor, amikor egy járványhelyzet van, akkor, amikor tényleg bajban van az ország, mert emlékezzünk vissza, hogy ezt nem most küldték ki néhány hete, hanem már azért kicsit régebben, akkor ők ezzel foglalkoznak, erre fordítják a pénzt, és mondjuk tájékoztatás címén, ahelyett mondjuk az iskolákkal kapcsolatos döntéseket hoznák meg, vagy más egyéb döntéseket, ők ilyenekkel foglalkoznak. És ebbe ez a bosszantó, hogy a teljes propagandagépezet, a teljes kommunikációs tér az ő kezükbe van, és ahelyett, hogy arról beszélnének, hogy mi várható, mit fogunk tenni mondjuk most a negyedik hullámban, ahelyett ilyenre költik el a közös forrásainkat, pénzünket. Abszolút egyetértek egyébként, hogy a türkmenisztáni választási eredményeket valószínűleg sokkal szívesebben olvasnak mindannyian a két farkú kutyapárt felméréseiből sem, mint egy ilyen 1,4 milliárdos, vagy nem tudom mennyibe kerülő konzultáció keretében, de itt megint csak a nagy egészt érdemes nézni. A Fidesznek ez egy nagyon régi stratégiája, egyetlen egy feladatuk van a Rogánéknak, hogy tematizálják a közbeszédet. Most is azt csinálják, megpróbálják minden egyes témát lesöpörni, a lélegeztetőgép vásárlást, a kórház helyzetet, az egészségügyi helyzetet, azt, hogy az eukarisztikus konferenciának milyen kockázatai vannak, mindent, csak arról mondok beszél mindenki. Mondok még kettőt, Pegazus ügy, 30 ezer magyar halála. Többek közt. És ez nem számít addig, ameddig arról beszélnek, amit a Fidesz akar. Stop Gyurcsány és Stop Karácsony kampány például. Tehát én nem tudom, azt mondani, tudja valaki, hogy hány aláírásnak kell ahhoz összegyűlnie, hogy Gyurcsány Ferencet betiltsák? Nem hogy hánynál hozza meg az országgyűlés. Ugye ez egybeesett az ellenzéki... Mostantól tilos Gyurcsánynak lenni. Igen, ellenzéki jelöltek ajánlásgyűjtésével, és hát én azt az elmúlt két hetet, vagy a két hétnek az első hetét, azt tényleg én az utcasarkokon töltöttem. Újbudai képviselőjelöltként, és hát azért azt érdemes volt nézni, hogy hányan jöttek oda az ellenzéki jelöltek pultjaihoz, meg hányan mentek oda a Fidesz pultjaihoz ebben. Szerintem ez már tényleg nevetséges, nem is hiszem, hogy ennek mozgósító ereje lenne az ő szavazóik számára. Tényleg ez maradt nekik, illetve hát az, ahogy az előző témánál megbeszéltük, hogy koncesszióba alapítványoknak szétszórva hazavigyenek, amit csak tudnak ebből az országból 22 tavaszáig, de megint csak mondom, mindent vissza fogunk venni. Tehát fölösleges beleélni magukat a nagy kaszinó tulajdonosoknak, meg az autópálya koncesszió győztesének fölösleges,
mindent vissza fogunk venni. Rihár, tiéd a zárszó. Pont láttam egy hírt erről a konzultációról, és néztem, hogy milyen reakciók jönnek rá a Facebookon, és 8800 vicces fej, és egyetlen egy like sincs, ez egyébként a Telexnek a megosztása, tehát ezt szerintem mindenki nevetségesnek tartja. Annyit hozzátennék, hogy az ellenszélrel foglalkoztunk azzal, hogy a Fidesz hogy mér valójában, nem a konzultáción keresztül, hanem olyan telefonos közvéleménykutatóknak álcázott hívásokkal próbálja a Fidesz mérni a saját javaslatait, hogy az mennyire lesz jó, mennyire érdemes. Például a népszavazás előtt, a gyerekvédőnek csúfolt homofób népszavazás előtt is ugyanilyen telefonhívásokkal, pontgyűjtő rendszerrel operál a Fidesz. Erről majd, ha úgy van, akkor később beszélhetünk bővebben is. Köszönöm szépen, hogy ilyen pontos voltál, és köszönöm a beszélgetést G. Németh Erzsébetnek, Jabronka Rihárdnak és Tompos Mártonnak. Önöknek meg a figyelmet, most utánunk jön a híradó, aztán Egyenes beszéd, és utána a Vox 2002, ma Szőlősi György számít a figyelmükre. Jó televíziózást, minden jót, viszontlátásra!